Tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! Jobban örültem volna, hogyha Egressy Bénieme remek műve kapcsán egy irodalmi témához szólok hozzá, de sajnos átvitt értelemben adtam ezt a címet a felszólalásomnak. Tisztelt belügyminiszter úr! Egy régebbi, pontosabban 12 éves ígéretében azt állította, hogy a bűnözést 2 hét alatt felszámolja. Nem hogy bűnözést, hanem a rendvédelmet sikerült jóformán felszámolni. Nem is csoda, hiszen egy kezdő járőr nettó fizetése 160 ezer forint. Egy olyan állásról beszélünk, ahol a testi épségüket viszik a vására a munkavállalók az állampolgárok védelmében. Ez az állam szemében a fizetési rangsor 412. helyére volt elég, éppen hogy csak becsúsztak a rendőrök a karbantartók elé. Nincs anyagi elismerés, nincs szakmai megbecsülés, nincs szakmai siker, hiszen ha még be is gyűjtik a bűnözőket a rend őrei, azokat sokszor előbb hazaengedik, mint ahogy a jegyzőkönyvet befejezné az eljáró hatóság munkatársa. A rendőrség esetében nem életpálya modellről, hanem elrettentő modellről lehet sajnos beszélni, mely mindannyiunk biztonságára, a közbiztonságra nyomja rá a bélyegét. Jól mutatja a jelenlegi rendszer megfelelőtlenségét, hogy a rendőrségi szakközépiskolákon válogatás nélkül sem éri el messze menőkig az utánpótlás száma az elvártat és a szükségeset. A fals és hamis statisztikák senki életét vagy vagyoni biztonságát nem fogják megmenteni, megőrizni, a bűnelkövetés sem fogják megakadályozni, a szabálysértési összeghatár emelésével sem, mint ahogy a bűnözés sem fogja hatékonyabbá tenni a folyamatos szélmalomharc. A Mi Hazánk mozgalom szerint a rend az alapja mindennek, így nem tűr több halasztást a magyar rendőrség helyzete, nem kér több kitartást a rendőri állomány, hanem azonnali beavatkozást igényel, mind törvényi szinten, mind az állomány megelégedésének a szintjén, melyet megfelelő életpálya modellel, megbecsüléssel, szakmaisággal és köztisztelettel lehet elérni. Felmerül a kérdés, hogy ugyanez a sorsvára a többi belügyminisztérium alá kerülő és a jövőben általa irányított intézményre is, mint például az egészségügy vagy az oktatás. Mi is mutatná jobban ezt, mint az egészségügyi dolgozók 2021-es távozása, akik közel 17 ezeren hagyták ott a munkahelyüket, a Covid intézkedések, a megváltozott jogviszonyuk és a fizetésük, a semmibenézésük miatt. Az, hogy a kormány egy vírus okozta válság alatt képes volt elüldözni az ápolókat, pontosan felvázolja az egészségügy jövőjét. Azok az egészségügyi és szociális dolgozók, akik szeretnének a pályájukon maradni, azok vagy külföldre mennek, vagy a magánszektorban vállalnak munkát, a magyar társadalom pedig az egyik legbetegebb nemzetté zűlött egy nemzeti kormány 12 éves regnálása alatt. Nem hogy prevencióról, de még beteg ellátásról sem igazán beszélhetünk, és csak azt tudja igazán, aki kénytelen volt mostanában átlépni egy kórház küszöbét. Egy kiüresedő egészségügyre, egy beteg nemzetre már pedig nem lehet a jövő társadalmát és Magyarország jövőjét építeni. Na de mi a helyzet az oktatással? Az oktatásról azt hinné az ember, hogy egy nemzeti kormány alatt kiemelt szerepet kap, hiszen a magyarság megmaradása, országunk jövője ezen múlik, a gyerekek, a következő generációk fogják alkotni a jövő Magyarországnak a társadalmát. Jelen állás szerint én hazánknak nem ilyen jövőt szánok. Hogy várhatjuk el, hogy a nevelés, az oktatást úgy végezze el egy tanár, hogy 30 éves korig átlagosan bruttó 275 ezer forint körül keresnek? Ennyi pénzért várják el, hogy napi 8 órát legyenek a gyerekekkel, és mutassanak nekik példát, és olyan jövőképet tárjanak eléjük, mely azt mutatja, hogyha felnőnek, igenis boldogulni fognak ebben az országban, persze nem rendőrként, nem egészségügyi dolgozóként, és nem tanárként. Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a fiatalság a jövőnk záloga, és hogy nem hagyhatjuk, hogy a felelőtlen és kevéssé előrelátó politika miatt kivándoroljanak a fiataljaink. Az oktatásügy évtizedekkel el van maradva, a szellemi színvonal zuhan, a pedagógusok fizetése szint alatti, Európa viszonylatban is a legrosszabbak közé tartozik, a diákoknak leadott tananyag pedig a 20. századi.
Javasoljuk, hogy ezt újra kéne gondolni, inkább az életre felkészítő órák bevezetését tudnánk elfogadni, a nyelv és az informatika oktatás 21. századi váltételét, a tanárok fizetésének pedig a jelentős emelését. Ezek nélkül nem európai, hanem lassan afrikai viszonylatban is csak a sor végén fogunk kullogni. A mi hazánk szerint már most is óriási a baj, de ennek eszkalálódását elkerülvén kérjük az illetékes, mindenhez is értő minisztériumot és a kormányt, hogy haladéktalanul hozzon mindenki számára megnyugtató intézkedéseket, hogy ne omló bástyák, hanem megingathatatlan pillérek, és ne hulló, hanem ünneplő csillagok legyenek az égen.